Lengyelországban jót tablettát oszt a kormány külön erre felállított pontokon a 60 év alattiaknak, hogy ne érje készületlenül a lakosságot, ha az ukrajnai háborúban orosz bázisként szolgáló zaporizsiai atomerőmű megsérülne a harcokban. Erről beszélt a belügyminiszter helyettes, mondván, hogy ez az intézkedés a válságkezelés része, felkészülés egy esetleges nukleáris balesetre. Ezek a tabletták úgynevezett stabil jódot tartalmaznak, megvédik a pajzsmirigyet, és megakadályozzák, hogy a radioaktív jód, ami felszabadul egy nukleáris katasztrófa esetén, felszívódjon a szervezetben. Egyelőre nincs szó ilyen fenyegetettségről, de fel akarnak készülni minden eshetőségre. Iskolákban, polgármesteri hivatalokban és a tűzoltóságokon rendezik be az elosztópontokat. Ez a tűzoltó azt mondja, igazából Lengyelország már a kezdet-kezdetén részesévé vált ennek a háborúnak azzal, hogy befogadta az ukrán menekülteket. Ez a tabletta osztás azért meglepte őket, de persze fel vannak készülve rá. Már is keresik az emberek, kérdezik, hogy hogyan, mikortól lehet majd hozzájutni. Az is sokakat érdekel, hogy milyen mellékhatásai lehetnek a jó tablettának. Ez a fiatal nő azt mondja, az sem világos, hogy milyen hatással lesz a gyerekekre. A procedúra egyszerű lesz és gördülékeny, ezt ígéri a lengyel kormány, csak a legminimálisabb adminisztrációval zajlik majd. Egy jegyző azt magyarázza, hogy az egész akkor indul, amikor a belügyminiszter hivatalosan bejelenti az akciót. Az érdeklődőknek nem lesz más dolguk, mint hogy felkeressék az egyik ilyen pontot, ahol jódtablettát osztanak. Minden 60 év alatti kap belőle, természetesen ingyen. A gyerekek csak a szüleik írásos beleegyező nyilatkozata ellenében. Nagyon sokan már vettek jódtablettát a patikában, mondja az Euronews riportere, hozzátéve, hogy sokak nem bíznak ebben a gyógyszeres megoldásban, tartanak a mellékhatásoktól.